Vida Péter a 2011-es év bortermelője, és egyben a 16. Bio és Borfesztivál díszvendége. A fesztivál második napján beszélgettünk vele, többek között arról, hogy ő hogy tekint a szőlőre, egészen kivételesen fogalmazott. Vida Péter a 2011-es év bortermelője volt a fesztivál díszvendége. Hamar kiderült számára, hogy a szőlő a bor lesz az, amivel egész életében szeretne foglalkozni. Nagyon fontos volt, amikor először engem bevezettek a pincébe, addig nem láttam ilyet, és a hordók nagyobbak voltak, mint én. Három hordó előtt elvonultam, és akkor gyerekként összecsaptam a kezem, és azt mondtam, itt nem vagytok normálisak, ennyi bort megisztok? Számomra ez elképzelhetetlen volt. Így indult a történet, és itt történik valami ebbe a pincébe. Az ember kimegy ebből a pincéből, már sötétedik, kinn nagyon öreg ültetvény van, egy nagyon régi kadarka ültetvény volt, de ezt én nem tudtam akkor. Én a kadarka tőkék helyett öreg asszonyokat látok, akik feketébe vannak öltözve, ráz a hideg, most is fölemelik a karjaikat és zokognak. A mai napig nem tudom megfejteni a rejtét, hogy miért. Az évek során fokozatosan tanult bele a borkészítés alapjaiba, a különféle munkafolyamatokba. Elvégezte a középiskolát, amikor először engedélyezték, hogy magánember is megmérettethet borversenyen. Betöltöttem három üvegbe az én boromat, és leadtam a borversenyre. És apám egy nagyon, mondtam, nagyon szigorú ember volt. Ültünk szombat reggel az asztalnál, ő ült mindig a vezérszékbe, a helyi Newsweeket végigolvassa, a vezércímeket, és akkor jelte a családnak, hogy kezdődött reggeli. Na, az öreg kinyitja az újságot, fordít egyet, fordít kettőt, megmerevedik, leteszi az újságot, és rám néz. Én azt hittem, hogy a világ vége következik. Az újság két oldalán azon írva. Első oldal, a Vida Sándor kadarkája, második oldal, a megye legjobb kadarkája. Ez a kőkemény ember, mikor elolvassa ezt, elkezd sírni. És csak nagyon nehezen annyit tud mondani, meglásd, a Jóisten meghálálja. Snitt. Itt döntötték el az én sorsomat. Sokan fogyasztanak bort, de nem mindegy, hogy milyen okból és hogyan. Fontos az elfogyasztott mennyiség, és az sem mindegy, hogy miért bontunk ki egy üveget. A vörös bornak számos jótékony hatása van, hihetetlen lehetőségek rejlenek benne, csak tudni kell őket észrevenni. Az embernek, ha meg akar érteni a bornak a lényegét, akkor nagyon csöndbe kell maradjon. És ha igazán a borra akar koncentrálni, legjobb, ha otthon van. Amikor kizár minden egyéb zajt és zűrzavart. Koncentráltan leül, magam elé teszem azt a bizonyos bort, és elkezdem kóstolgatni. És hihetetlen egyszerűvé kell váljak. És a bor elkezd beszélni. A bort mindenki meg fogja érteni, mert olyan rezgése van a bornak, ami elképesztő. Nem azt jelenti a bor iránti szeretetem, hogy étnapát éve vedeljem azt. Azt jelenti a bor iránti szeretetem, hogy nekem emberként a lelkemnek kell megtisztulni, hogy megértsem, hogy mi történik itt. Ha erre képes vagyok, akkor valami elképesztő csodába fogok jutni. Minden, ami a Földön van, az nem más, mint a rezgés maga. A bor is rezgés, az ember is rezgés, a szeretet is rezgés, a közös hang, közös nyelv már megvan. És ezek halálbiztosan működnek, csak sokan nem tudják. Most pedig jöjjön Vida Pétertől néhány jó tanács vagy lépés, amit érdemes megfogadni. Láthatatlanból mindenkiről tudom. Úgy ér haza este, hogy tele a bugyor ettől a szörnyűséges világtól. Ha végre hazaér, akkor lerogyik egy székre, egy fotelbe, és mint egy jéghegy kezd kiolvadni. Ekkor kell elővenni két szép porrat, meggyújtani egy szép szál gyertyát, igazán nemes bort tölteni a két pohárba, és a két szeretett ember kocint, és kezd beszélgetni. Nem a borról, egymással. 5 perc telik el, és akkor megtudják, hogy mi a bor. Az én hitem szerint a vörösbor semmihez nem hasonlítható isteni csoda, ami az élővilág és az egész emberiség diadala. Ilyen egyszerűen.